Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. A mai napra, hétvégére, vagy bármelyik napra oda tudjátok tenni, egy nagyon finom rakott húsos palacsintát fogok elkészíteni. Nem kell megijedni, sós palacsintával dolgozunk. Tehát és egyébként a palacsinták nagyon széles körbe felhasználhatók, akár még köretként is, levesbetétként. Természetesen, ha sósan készítitek, az édes része az egy más dolog, láthatátok a szatymazi palacsintát például, na majd még sok palacsintát hozok nektek, és ismételten köszönjük ezeket a fényképeket, amik visszajöttek, még az enyémnél is szebbek készültek el, mindenkinek gratulálok. Térjünk vissza a recepthez, és tényleg roppant mód egyszerű ez az étel is, és azt mondom nektek, majd meglátjátok, nálunk ez egy ilyen másfél-két napos étel, természetesen a fiúk milyen éhesen jönnek haza, mert ugye lejárnak sportolni, hát kőkeményen kell a kalória, itt ebben az esetben is meg fogják kapni, meg fogjátok kapni, hogyha kipróbáljátok. Na, mutatom a deszka tartalmát, kezdjünk mondjuk innen. Láthattok egy jóféle sütőtálat, benne körülbelül egy ilyen jó, nagy diónyi nagyságú vajat. Hát ugye itt érdemes, de hát én mindig azt mondom nektek, hogy olaj, vaj, zsír, mindenféle zsíradékot lehet használni. Én inkább azt mondom, vajjal kenjétek ki, hisz az ízhatás nagyon-nagyon finom lesz. Tehát egy tűzállót áll, amit ki fogok egyszerűen kézzel kenni. Petrezselymet láthattok, fokhagymát, vöröshagymát, jóféle kis sajtunk van ismételtem, szarvasi ideális sajt. Mindig kérdeztétek, hogy melyik a kedvenc sajtom. Hát mindenféleképpen, mert ez egy félzsíros gyúrt sajt, mindenféleképpen ezt első közé sorolnám, hiszen rengeteg fajta ételhez föl tudjátok használni, például jelen esetben a rakott palacsintához, de majd mutatom nektek, ha egy kis töltelék esetleg megmarad, egy nagyon pici meleg szendvicset összehozva, tényleg ez az a fajta sajtípus, ami nyúlós, málós, de gyönyörű szépen aranybarnára meg tud sülni, próbáljátok ki, 350 g-os kiszerelésbe lehet kapni, egy ilyen nagy serpenyős, tűzálló tálas ételhez maximálisan elég, majd meglátjátok, kétféle részletbe is föl fogom használni, ideális, szó szerint ideális az ételhez, és nagyon-nagyon finom. Na, tovább lépve, tejfölt láthattok, vajat kettő részletbe, ismételten itt majd osztani fogom a vajat, és mutatom, mit, mikor és hova teszek. Tejszín, jó zsíros tejszín, mindig ajánlom nektek, habtejszín, cukrozatlan habtejszín, 30-33, akár 35%-osat tudtok vásárolni, és nyilván, mint a tejre is kitérve, minél zsírosabb a tejszín, annál finomabb lesz az étel, ez csak egy javaslat. Itt láthattok egy üres poharat, és csak azért üres a pohár, mert nem töltöttem bele a szódavizet szándékosan, hát ne menjen el a jó kis bugy-bugy belőle, tehát vegyétek úgy, hogy ez tele van szódavízzel, 3 deciliter, hiszen kell a palacsintához. Sót láthattok, színes borsót, olajat, egy nagyon kevés tárkonyt, mindenféleképpen kell az ételhez, pontosabban a húsos részéhez. Tojást láthattok, lisztet, tehát itt megint csak azt mondom nektek, sertés darált húsról beszélünk, ezt akár lehet ötvözni sertés borjú marha, vagy éppen sertés marha, vagy éppen akinek van kedve, nyugodtan dolgozhat baromfi hússal. Lisztet láthattok, kezit csókolom, lényegében ennyi az egész, azonnal neki is állok az előkészületeknek. Ha gondoljátok, lehet kezdeni a palacsintával, a palacsintatészta bekeverésével, kisütésével, ha gondoljátok, készülhet a húsos massza, hiszen mind a kettő majd, vagy éppen szinkronban, de mind a kettő egy picit pihen majd, összecsomagolunk, vágunk, burkolunk, berakjuk, na, majd megmutatom nektek, ez nem az a szabványos rakott palacsinta, majd mutatom, és amikor elkészül, higgyétek el, nagyon-nagyon szép lesz. Kezdünk egy pici hagymavágással, és talán már valamelyik videóban, viccesen mondom, mutattam is a hagymavágást, hiszen több száz videóban láthattátok. Hát a hússal fogunk indítani, lényegében ezt a két fej hagymát nagyon gyorsan megvágom, és utána összeroppantom a fokhagymát, természetesen azt is le fogjuk fonyasztani egy nagyon picit. Ez a művelet nagyon-nagyon gyorsan megvan, és menet közben el tudunk kezdeni dolgozni a palacsintával, pontosabban be tudjuk keverni, és menet közben ki tudjuk sütni. Fokhagyma művek, egy ripiropi technológia, és ilyen állapotban gyönyörű
kerül szépen, ez is el fog férni a vörös hagyma mellett, és pillanatok alatt már készül is a palacsinta tészta. Mielőtt a palacsinta tésztát bekeverném, hasznosként mondom el nektek, és említettem ezt a szinkronba való dolgozást, tehát minden percet kihasználva sokkal hamarabb lesznek kész. Na, lehet bármiféle zsiradékkal dolgozni, jelen esetben egy nagyon pici olajjal fogok, egy 3 centiliter körülbelül, fölforosítottam a serpenyőt, mert hozzá a vöröshagyma, fokhagyma, és lényegében egy pár perc alatt le fogom fonnyasztani. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon-nagyon pici só hozzáadásával, ennyi összességében elkezdem lefonnyasztani, rogyjon össze a hagyma, tényleg pár perces folyamat, keverjük a palacsinta tésztát. A hagyma teszi a dolgát, és mi is elkezdjük nagyon gyorsan kikeverni a palacsinta tésztát, tényleg roppantból egyszerű, és hasonlóképpen, mintha egy édes palacsinta tésztát készítenék, összerakom a sósat, látjátok egy keverőtálba a liszt, hozzáteszek 2 darab tojást, hozzáöntöm a tejnek körülbelül a fél mennyiségét, nem kell teljes mértékben, és itt még az elején szoktam volt mondani nektek, hogy nagyon-nagyon kényelmesen elkezdjük kikeverni a sűrű állagot. Na most azért fontos a sűrű állag, tudjátok, elmeséltem nektek, hogy nagyon-nagyon kényelmesen és maximálisan csomómentesen tudjátok keverni. Jöhet még egy nagyon pici tej, tovább dolgozunk, és majd mindjárt mutatom nektek lassú mozdulatokkal, még egyelőre ne legyen tiszta liszt minden. És amikor már azt látjátok, hogy elkezd teljes mértékben csomómentes lenni a massza, akkor hozzáadom, most ebbe a pillanatban jöhet ez a pici tej még hozzá, lényegében csak a tej hozzáadásával tudunk úgy dolgozni, hogy ezt a prima kis masszát, ezt a sűrű masszát ki tudjuk keverni. És pár másodpercet kérek tőletek, nézzétek meg, gyönyörű, szép, csomómentes az egész, és nyilván kell dolgozni egy 20-30, akár 50 másodpercet az egészen, tehát tényleg egy picit engem legalábbis idegesít, ha mondjuk kisütök egy palacsintát, és mondjuk tele lenne csomóval, hát nekem nem szimpatikus, de mindenki dönts el. És még egy, ha valaki úgy gondolja, és azt látja, hogy mégis pici kis liszt darabok lennének benne, egy egyszer szűrőn át kell csorgatni, ha biztosra akartok menni. Nézzétek meg, nagyon-nagyon szép, csomómentes, jöhet hozzá a szódavíz, 2 részletbe, óvatjával átkeverem, és lényegében a só hozzáadásával el is készült a palacsinta tésztánk. Tökéletes. Jöhet hozzá a só, ebbe lehet természetesen többet tenni, mint amikor az édeset készítitek, ott éppen csak a cukrot ütköztetjük a sóval, tehát itt ebbe a mértékbe jöhet több belőle. Tökéletes. Ennyi volt az egész, félreteszem. Készen van a palacsinta tészta, amit egyébként érdemes egy 10-15 percig pihentetni. Meg vagyunk a hagyma lefuttatásával, egy kicsit összeesett, összerogyott, nem is kell más nekünk semmi. Tökéletes, jöhet a daráthús hozzá, 1 kilónyi daráthúst használok, és mint említettem nektek azt is, hogyha egy nagyon-nagyon pici maradni fog, majd megmutatom ennek a jó kis meleg szendvics részét is, hiszen ebből a krémből egy csodálatos meleg szendvicset is el lehet készíteni. Na, magasabb erőre teszem a tűzhelyet, egy 6-os fokozat, fokozatosan itt maradok, és szépen elkezdem átpirítani, körülbelül egy 5-6 perces művelet, utána kezdek ízesíteni. Tovább is léphetünk, és halljátok ezeket a csodálatos hangokat, amikor már pirul a hús, visszapirult saját zsírjára, nagyon-nagyon fontos, tehát addig semmiféleképp nem is szoktam kezdeni fűszerezni, tökéletes. Na, haladjunk tovább, jöhet egy nagyon-nagyon pici só még, és mint szoktam volt említeni nektek, egy étel elkészítése alatt 4-5-6-szor nyugodtan kóstoljatok, mi hiányzik hozzá, akár a só ízesítésképpen, vagy fűszerezésképp, a többi fűszert inkább többször, alaposan, sokkal jobban. Tehát, hogy mondjam, nem szabad egyszer fűszerezni, amikor a végére értek, teljesen máshogy néz ki az egész. Ha ráfűszereztek, követitek az ételt, inkább így mondom, sokkal-sokkal fantasztikusabb ízek fognak kialakulni. Jöhet a tördbors, jelen esetben színes borsot használok, hát bátran lehet beletenni, na de ki mennyire szereti, és akár rózsabors, zöldbors, feketebors, fehérbors, bármelyik típus mehet bele, ezt ti döntitek el.
Na, tökéletes, átrottyantom egy picit, és hozzá fogok tenni egy nagyon-nagyon pici tárkonyt. Na most a tárkonyra kitérve ismeritek, intenzív fűszer, akár a kakukkfű mondjuk annyira nem, tehát nem szabad túlzásba vinni, én körülbelül egy ilyen pupos teáskanálnyit teszek hozzá, kezit csókolom, nem kell több. Átforgatom, pirítom itt egy pár másodpercet, és lényegében körülbelül egy olyan 3 deciliter vízzel föl fogom önteni. Ugye ez lesz a főzési szakasz, nem takarom le, a 3 deciliter vizet elfőzöm róla, és utána jöhet a starbolás. Hadd szóljon, ennyi az egész. Ezt elfőzöm róla, tehát zsírjára visszapirítom, és starbolunk. Folyik a húsnak a hőkezelése, palacsinta tészta nézzétek meg bekeverve, nagyon gyorsan, expeditíven tudtunk dolgozni, összevágom ezt a pici petrezselymet, és lényegében a munka nagy részével megvagyunk, a hús azonnal elkészül, elkezdem sütni a palacsintákat, töltünk, vágunk, rakunk, mutatok nektek mindent. Ezután már csak a petruska van hátra. Petruska összevágása összességében, és már tudom, hogy integettek felém, hogy szoké, már megint a petrus. Na, azért nagyon gyorsan megmutatom, hogyha valaki esetleg nem látta volna még. Megszabadítom a spárgától, nyilván nagyon kellemes és zsenge szárak vannak. Én ezt egy jó 15 perccel előtte, 10 perccel előtte már átmostam, jó lecsöpögtettem, tehát mivel földesárú, nyilván meg kell tenni. Egyszer megfogjátok, csináltok egy-két gombóckát belőle, amennyire csak összetudjátok fogni, itt alatta összesöpörni a többi levelet, és lényegében, ahogy szoktam volt mutatni nektek, elkezdem gorombára összevágni, és nyilvánvaló ezt jó párszor meg fogom tenni, tehát át fogom pörgetni, és egy 8-10-szer összehúzva az egészet össze fogom vágni, és mint említettem volt, azt is egy goromba méretet kapok utána, de aki gondolja, esetleg tovább is vághatja. Mindjárt mutatom nektek az állagot. Ebben a pillanatban meg is álltam, mutatom nektek a petruskának az állagát. Gyönyörű szép goromba, ennél jobban nem kell összevágni, nézzétek meg. Fantasztikus illatok és gyönyörű szép méregzöld szín. Megyünk, starboljuk a húsit. Le van pirítva ismételten a hús, tehát ez azt jelenti, elfőztem róla a vizet. Éppen-éppen serceg. Megfogok körülbelül és mutatom nektek, 2 ilyen csapott evőkanál lisztet, szépen rászórom, starbolunk, és tudjátok, egyelőre nem keverem össze, ez a jó kis forró zsírgőz járja át, körülbelül egy fél perces folyamat, egy nagyon-nagyon picit itt a tetejét el lehet mozgatni, nyilvánvaló, járja át a zsírgőz, utána összekeverem, tesszük hozzá a tejfölt, pici tejszint, vajat, egy kevés petruskát, és lényegében meg is vagyunk vele. Eltelt ez a kevés idő, és látjátok, liszt már csak jóformán nyomokban található benne, tehát ebbe a helyzetbe, és jó sercegős kis hangunk van, halljátok, össze lehet keverni, abszolút, de biztosak lehettek, hogy így semmilyen féle lisztes állag már mint csomókban nem fog jelentkezni, egy nagyon picit be fog sűrűsödni, lényegében egy ilyen panád jelleget fogunk kapni, de mindjárt megmutatom nektek. Na, ezt a lisztet odébb tesszük, hiszen ez már nem kell nekünk. Hozzá fogom tenni a 2 deciliter tejfölt, majd még szépen ki is kanalazom, és itt egy nagyon picit tettünk a csempére is, na majd mindjárt letörlöm, csak magasból dolgozom, hogy a kamerát is ide tudjam engedni. Tökéletes, egyszerűen össze fogom keverni, pár mozdulattal, hozom hozzá a tejszínt, a 3 deci tejszínből kb. 1 decilitert fogok hozzáönteni, 2-t meghagyunk, ismételten összekeverjük, egyetlen egyszer fogom kiforralni, nem többször, hozzáteszek egy kocka vajat, és jöhet hozzá körülbelül egy ilyen jó 3 dundi ujjas erős csipet, petruska, zöld arany, kezit csókolom, összeforralom, és lényegében kétféle megoldást tudok nektek javasolni. A sajtnak a felét hozzá lehet most tenni, vagy ha valaki úgy gondolja,
akkor az egész sajtot maximálisan a sütőtálnak a tetejére. Ezt én most úgy készítem, fél sajt ide, és a másik megmaradt fele mennyiség jön a sütőtál tetejére, majd kezit csókolom, ennyi az egész. Hozunk még egy picit, hogy becsülettel el tudjuk osztani. Egyetlen egy 30 másodperces kiforralás, összekeverem, olvadjon el a sajt, ami nagyon gyorsan meg fog történni, és lényegében sütöm a palacsintát. Ezzel készen is vagyunk. Nem kell letakarni, egyszer odébb kell húzni, és jöhet a palacsinta sütés. Nézzétek meg, gyönyörűséges, és már mennyire nyúlik benne a sajt, hát ennek lesz bőven jelentősége. Készen is vagyunk a töltelékkel. Csodálatos lett. Le is zárom a tűzhelyet. Jöhet a palacsinták kisütése. Szoktam volt mondani nektek, bármilyen palacsinta sütővel, nekem most nincsen itthon, egy nagy serpenyőt használok, nem van a telkem mind a két palacsinta sütőm, tehát lényegében akármivel, amivel ti gondoljátok, akármiben, inkább így mondom, tehát kisebb-nagyobb palacsintákat lehet gyártani. Ebben az esetben, ennél az ételnél kifejezetten jó, hogy egy kicsivel nagyobbak a palacsinták, majd megmutatom nektek miért, amikor a sütőtálba bele fogom helyezni. Jöhet egy nagyon pici kiolajozás, és lényegében azt is szoktam volt nektek mondani, hogy a tésztába is akár tehettek egy pici olajat. Én megmondom őszintén, azt csak akkor szoktam csinálni, ha főleg édes palacsintát sütök, sós palacsintánál nem szoktam hozzátenni olajat, de nézzétek meg, nagyon-nagyon szép a massza, ki van olajozva a serpenyő, érdemes, és nem csak azért érdemes, hogy ne égjen oda, vagy ne tapadjon oda, hanem egyszerűen sokkal-sokkal jobban sült íze lesz a palacsintának. Na majd meglátjátok, de hát én szerintem nagyon sokan csináljátok ezt. Jöhet a palacsinta tészta bele, egy 3/4 kanálnyit használok összességében, szépen elosztom benne, egy nagyon picit kiküldöm a szélére a felesleget, ennyi az egész, és körülbelül egy a jó 55-60 másodpercig sütjük. Természetesen azt is szoktam volt mondani, és már nem egy receptben mutattam nektek, a másik oldalát 20-25 másodperce, akár kevesebb ideig, hogy vaj puha maradjon a palacsinta, tehát semmiféleképpen ne száradjon ki, mutatom, amikor fordítom. Jöhet a fordítás, szoktam azt is volt mondani nektek, akár egy pici kis lapos fakanállal, spatulával, vagy éppen aki bírja a meleget, nyugodtan kézzel alányúlhat, nézzétek meg, csodálatos a tészta. Ilyenkor majd azt fogjátok tapasztalni, és minden esetben a másik oldala nagyon-nagyon gyorsan elkezd egy nagyon picit összehúzódni, összekapódni, ez egy természetes folyamat, és azért is mondtam nektek, innentől kezdve már nem kell sok ideig sütni, de ha mindjárt fölhajtom nektek, nézzétek meg, már gyönyörű szépen megkapja a színt, tehát jóval kevesebb ideig, és higgyétek el, egy gyönyörű szép és hamvas, kellemes, puha palacsintát fogtok kapni. Azt is szoktam volt mondani, ha maradt holnapra bármilyen esetből kifolyólag, akkor ismételten vaj puha, nincs kiszáradva a palacsinta. Meghajtom nektek még egyszer, ennyi volt az egész. Megfogom, kikapom, kezit csókolom, és sütöm a többit. Jöhet a palacsintáknak a betöltése, roppant mód egyszerű, hiszen a receptnek talán ez a legegyszerűbb része. Fogtok egy palacsintát, széthúzzátok egy nagyon picit, elrendezitek, nyilvánvaló, lehetőleg ne szakítsátok el. Mutatom nektek a húsos tartalmat, ez a fantasztikus ideál elolvad benne, de természetesen egy kicsit visszahűlt, ez nem is baj. Nézzétek meg, nagyon-nagyon kellemes, nyúlós, sejmes, krémes az egész töltelék. Ezt csak azért mondom el, hogy már magába így dolgozni vele is nagyon-nagyon jó. Meg kell próbálni elosztani a palacsinták révén, és majd még megpróbálok egy nagyon picit hagyni egy kenyérre is, mint említettem, hát remélem sikerülni fog. Na, jöjjön két ilyen kis kupicányi, elkezdem széthordani, és nyilván itt nem kell teljesen szabályosan eljárni, tehát hogyha valahova éppen nem jut, nem baj, hiszen hajtva lesz és vágva lesz, tehát mindenhova igazság szerint kerül belőle. Tökéletes, ennyi az egész, és úgy, mint a hortobágyi módszernél,
egyszerűen meghajtom, egy nagyon picit megpaskolom, és egyszerűen laza mozdulattal, hiszen nem kell nagyon összeszorítani, elrepedne a palacsinta, összegöngyölöm, félreteszem, egyetlen egy betöltés, és ezeket majd, miután szépen megépítettem, ketté fogom vágni a kellő időbe, természetesen mutatom azt is nektek, szépségesek lesznek. Következő munkafolyamat, és miután megvoltam a töltéssel, egyébként látjátok 15 darab szép nagy palacsinta került betöltése, és egy ilyen 250 g-os liszt mennyiségnél, amiből kevertem a palacsintát, és ekkora serpenyővel, majd kiírom nektek a méretet, hogy a gondoljátok, kíváncsiak vagytok rá, 15-16 darab szép nagy palacsinta születik meg, nyilván kisebb palacsinta sütővel akár többet el lehet készíteni, és nem javallom, hogy itt hajszálvékony legyen a palacsinta, hiszen van egy nagyon komoly sajtos húsos töltelékünk, ott azért, tehát kell a törődés, kell, azt is érezzétek, hogy egy nagyon finom palacsintában van ez töltve, és azt is eszitek. Na, továbbiakban mutatom nektek, összességében 1 kg húsból ennyi maradt meg, nem kell kicentízni, hogy 80 deka, nem kell, vagy 800 g, egyáltalán nyugodtan kilóhús meg lehet csinálni, és nézzétek meg, három fele mondjuk elválasztva, három kenyeret gyönyörűen meg tudok kenni vele, meg is teszem, meg is mutatom, és azt is be lehet sütni, jóféle kis meleg szendvics gyanánt, sőt, mi több, ezt a krémet magába így el lehet készíteni, akár még a fagyóba is le lehet tenni, amikor szükség van rá, egyszerűen ki kell venni. Na, mutatom a továbbiakat, látjátok, a sütőtál ki van vajazva, ezt nem vágtuk bele a videóba, ezt nem vettük föl, hiszen a 4 vagy az 5 ujjas technológiával egyszerűen gyönyörű szépen ki kell kenni, semmit nem kell vele csinálni, itt ebben az esetben meg se kell morzsázni, semmi szükség rá. Palacsinta művek, látjátok, betöltve, és ha már építkeztünk, akkor jöhet a rombolás valamilyen szinten. Megfogom, ketté vágom, és nézzétek meg ezt a gyönyörűséges tartalmat. Nem tudom, a Szilvike mennyire tud ráközelíteni, tökéletes, remélem látni. Na, ezt megfogom, és úgy, hogy a hajtásos széle legyen befele, pontosabban így kifele hozzám, vagy felém éppen, egyszerűen elkezdem beletenni, ötös sorokat fogok képezni, és így járok el az összessel, majd a végén egy nagyon-nagyon picit, azt is megmutatom, rá lehet egy nagyon kicsit segíteni, hogy egy picit itt a széleit szétnyissátok, természetesen mennyi hely marad, ez mindig attól függ, tehát valamikor meg lehet csinálni, valamikor nem. Na nézzétek meg, csodálatos, így fogom végigrakni, és még lesz egy kis meglepetés, nagyon-nagyon fontos dolog, egy kellemes öntet rá, ami lényegében, sok videóban mondtam, a szív csatrát, hát ennek az ételnek is a csatrája lesz. Na, nyomom, ahogy megvagyok, akkor mutatom nektek. De már így látványra is egy tökéletes kis étel fog születni, nézzétek meg. Érdemes kipróbálni, érdemes a vendégek elé letenni, imádni fogja mindenki, és minden pillanatát. Csodálatos. Majd, hogy nem utolsóként, utolsó mozzanatként elkészítjük ezt a nagyon finom öntetet, ami természetesen megint csak azt biztosítsa, hogy vajpuha, lágy, krémes legyen az egész étel, hiszen ezt imádjuk. Amit mondtam az előbb nektek, és a Szilvike idefordul, és ebbe az esetben ezt most nem tudom megtenni, megmondom őszintén, hogyha 15 darab palacsinta helyett mondjuk 10-zel dolgoztam volna, akkor gyönyörű szépen ezeket a széleket, mint egy rózsát ki tudnám hajtani, és gondolom, és látjátok, miről beszélek, amikor egy kicsit így megnyílik a palacsinta széle, hát ugye itt egész szorosan vannak, nem tudom megtenni, ez csak egy ötlet nektek, hogyha kevesebbet csináltok, nagyobb távba csináljátok, kihajtjátok a palacsinta széleit, és olyan lesz szinte, mint egy rózsa, és amikor majd megsül, ezek a szélek gyönyörű szép színt fognak kapni, ebbe az esetben is, na de én ezt most nem tudom annyira létrehozni, nincsen jelentősége, higgyétek el. 2 darab tojássárgája, tejszín, só, bors, petrezselyem, és a sajt, a jóféle kis ideális sajt, na most kétféle variációt javaslok nektek. Vagy összeöntitek az egészet, összekeveritek, és inkább mondom és mutatom, melyik pozícióban mit csinálok. Tehát a 2 darab tojásnak a sárgáját,
Egyszerűen pár mozdulattal föl fogom keverni, nyilván nem kell habosra enni az egész. Hozzátöltöm a maradék tejszínt, és nyilván ki fogom nektek írni pontosan, hogy melyik szakasznál hogy jártam el, és hogy mennyit használjatok. Na, ezt majd kávéba kicsepegtetem, ezt is egyszerűen összekeverem, és ha gondoljátok, ebbe a szakaszba hozzá lehet tenni a sajtot, és úgy ráönteni, rákenni. Én nem így fogok tenni. Én egyszerűen ezt az öntetet is folytatom is, egy pici petus teszek hozzá, mondjuk két csipetnyit, teszünk hozzá egy kevés sót, pár tekerést, jöhet egy nagyon-nagyon pici színes bors, össze fogom keverni, így meg fogom locsolni, és mint egy kis kupakokat, sapkákat fogom rátenni a sajtot, én sokkal jobban szeretem, de mint említettem, hogyha valaki gondolja, jöhet a sajt, ráborítja, széthúzza, kezit csókolom, mehet a sütőbe, én nem így fogok eljárni, hanem egyszerűen összekeverem, hozok egy merőkanalat, egy nagyon pici merőkanál, kezit csókolom, ez már nem is kell nekünk, fordulok egyet, és mint látjátok, ezt az öntetet egyszerűen a palacsintákra rátéve el fogom osztani, jusson, maradjon, és nyilván ahol befogadja, mert látjátok, van elég rés, befogadja, így az egészet le fogom önteni, és nem is baj, ha egy nagyon-nagyon pici alulra is kerül, majd mutatom tálaláskor nektek. Na, így járok el mindegyiknél, és lényegében jöhet a reszelt sajt rá. Jöhet teljesen a vége. Minden cseppje kint című fejezet, ismételtem, és lényegében sajt lehet kupacolni, lehet kis formákat előidézve rátenni, vagy aki gondolja, az egészet megszórhatja. Mutatom én, hogy szoktam, és mindenki dönts el. Nézzétek meg, összességében ennyi. Egy pici kalap mindegyikre, kezit csókolom, gyújtom be a sütőt, és természetesen azt is mutatom, amikor betolom, és azt is, amikor kiveszem. Utolsó mozzanatként mehetünk a sütőbe, pontosabban mehet a sütőbe. Én annyira nem szeretek a 230 fokba ülni. Na, mutatom nektek, a lényeg, 230 fok légkeverés, betoljuk. Ugye látjátok már ebben az esetben EFA a tartalom, pluszos EFA hozzáteszem, nem mínuszos, tehát emberi fogyasztása alkalmas, minden nagyon kellemesen hőkezelve van, akár ezt már így el lehetne fogyasztani, na de nyilván nem, meg fogjuk sütni. Időt nem mondok, megmondom, miért nem mondok időt, hát egyszer nem is kell nézni az időt. Bele kell kukkantani a sütőbe, amikor azt látjátok, hogy gyönyörű szépen tűzpirosan megsült, elolvadt ez a fantasztikus sajt rajta, készen vagytok, lehet kivenni, tálalni, viszont nézésre. Na, tolom a sütőbe, kezetekre vigyázzatok természetesen, amikor megsült, azt is megmutatom nektek. Csodálatos. Miközben sül ez a finomság, és gondoltam, egy-két gondolatot megosztok veletek itt az étellel kapcsolatban, hogyha valaki úgy gondolja, és nincs kedve mondjuk egy palacsinta tésztát kikeverni, elkészíteni, de viszont van otthon mondjuk csuszatésztája, és nem ilyen kis darabokra összetörve, akkor akár a csuszatésztát kifőzve, lehűtve, ugyanígy összerakhatja ezt a maximálisan finom ételt, tehát tésztával is összerakható, ez a rakott tészta, rakott húsos sajtos tészta, vagy ebbe a formába. Én azt mondom, ebbe a formába sokkal-sokkal jobban néz ki, mint láttátok, vagy pontosabban majd a végeredmény meglátjátok pár perc múlva, de hát így is el lehet készíteni, vagy még azt mondom, a legutolsó esetben bármilyen tésztával működik a dolog, nyilván nem célna metéltel. Második gondolat, ami még nagyon fontos, ugye itt az elején kétszer öddeka vajat tettem ki, a második öddeka vajra vonatkozólag, aki gondolja, használja úgy, aki nem, nálam például a gyerekeim imádják a meleg szendvics talpát, tehát a kenyeret megkenni bőven vajjal, és úgy kerül rá majd a maradék, mint láttátok, meleg szendvicskrém, vagy pontosabban ez a húskrém, ezt időntitek el, vagy vajazzátok, vagy nem. Egyébként nem annyira fontos, mert elég zsíros ez a krém, de aki úgy gondolja, nyilván föl lehet kenni vajjal. Na, pár percen belül veszem ki ezt a finomságot, és természetesen mutatom nektek. Ebben a pillanatban vesszük ki ezt a szépséget,
és egy nagyon picit itt helyet csinálva mutatom nektek a végeredmény, nézzétek meg, fantasztikus, és ne tovább, ide készítve a váltás, nyilván a három kis meleg szendvicset mindjárt be fogom dugni, azt is meg fogom mutatni nektek, utolsó lépésként egy nagyon-nagyon pici, és nem is én lennék, nagyon pici petruskával meg fogom szórni, kezit csókolom, egy 3-4 perc, 5 perc múlva jövünk és kitálalom, mutatom nektek. Gyönyörűséges, nézzétek meg. Mehet be a meleg szendvics. Kitálalva minden finomság, értem ezt azon, hogy a meleg szendvicset is már kipakoltam, megsütöttük. Hát lényegében sokszor szoktam mondani nektek, akár egy receptből több is születhet, sőt, hát itt lényegében megkaptátok a sós palacsintának a receptjét, ami roppant mód egyszerű, megkaptátok ezt a nagyon finom ételt, amit tényleg tiszta szívvel ajánlok, készítsetek el, és kaptatok egy jóféle meleg szendvics receptet, hiszen ez a húsos töltelék, húsos sajtos töltelék, tökéletes meleg szendvicse. Egyszerűen megfogjátok, akárha alávajaztok, akár nem kell alávajazni, hiszen van benne elég zsiradék, rákenitek a kenyére, kezit csókolom, ott az esti finomság, és pillanatok alatt össze lehet állítani, említvén azt még nektek, hogy ezt a krémet nyugodtan, akár egy-két nappal előtte el lehet készíteni. Sőt, mi több, és térjünk az ételre rá, aki esetleg úgy gondolja, előre készülve, ezt az egész ételt összepakolva, frissen tartó fóliával beteheti a hűtőbe, másnap frissen ráreszeli ezt a jóféle kis sajtot, és mehetünk a sütőbe megint csak. Tehát ez egy olyan étel, hogy lehet előre készülni vele, ha jönnek a vendégek, tessék meglepni vele őket, higgyétek el, fantasztikus, tehát ott lesz a siker az asztalon, és föl tudjátok markolni ezeket a jó kis dicséreteket majd. Ha valakinek nem ízlik, fogjátok rám, ha oda lesznek érte, a vendégek, a szeretteitek oda lesznek érte, akkor meg mondjátok, hogy a ti találmányotok, na, ennyire egyszerű az egész. Egyébként higgyétek el, csodálatos, mint ízvilágban, mint kinézetben, tartalmilag, azt mondom, laktató is. És ugye ez nem egy olyan mindennapos étel, hogy bementek a sarokra a vendéglőbe, és kaptok egy ilyen nagyon finom rakott húsos palacsintát, tehát ezért is javallom, készítsétek el egy nagyon pici, hát most megint azt mondom nektek, vagy tejföl, hagymás tejföl, akármilyen kis finomságot ki lehet keverni hozzá, és mártogatok, tökéletes. Én egyszerűen jéghideg, jó zsíros, 20%-os tejföllel meg fogom még borítani, és jól beletunkolva így fogom elfogyasztani. Nyilván ízlés dolga, és bármilyen féle mártást ez mellé ki lehet tenni. Javallom, a hideg mártás, nem meleg mártás, tehát tejföl, kefir, joghurt alapból bármilyen kis finomságot ki lehet keverni, ez már megint csak rátok van bízva. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el nagy jó egészséggel. Én azt mondom, egy ilyen ételnek is ott a helye az asztalon, akár barátoknak, szeretteteknek, tehát bárkinek, jó kis legényfogó étel a lányoknak javaslom. Ha valaki jön hozzátok, egy fiú, meglepitek vele őket, akkor maximális sikeretek lesz. Na, búcsúzom, mindenkinek jó étvágyat hozzá, és hamarosan ismét találkozunk. Szevasztok!